térköveket, betonoszlopokat gyártanak eladásra ezen a Mária Pócsi telepen. Az itt dolgozó közmunkásoknak segít be az a Bobcat gép, amelyet tavaly év végén a Magyar Falu Program keretében szerzett be az önkormányzat. Az anyagok felpakolása mellett külterületi utak karbantartására is használták már az eszközt a településen, ahol idén is benyújtanak újabb pályázatokat. Járdépítést próbálunk, illetve tavaly is nyertünk orvosi műszerekre pályázatot, de megpróbáljuk az idén is. Ugye még most van kiírva, azt hiszem, hogy tegnap érlem meg az új pályázatok. Mérlegeljük, hogy mire van szükség az önkormányzatnak, de minden lehetőséget ki fogunk használni. Néhány térkő és csempe még nincs a helyén, de szinte átadásra kész ez a szolgálati lakás a szomszédos Nyírgyulajban. Itt is a Magyar Falu Program segített a két épület felújításában, ahogy út- és járdaépítés, orvosi eszközök beszerzése és a helyi vadászház felújítása is ennek köszönhetően valósulhatott meg. Idén pedig belterületi út építését, óvodai játszóeszközök kicserélését, valamint a ravatalozó felújítását tervezik a program keretében. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat segít, önmagában véve egyszerű a pályázati rendszer, tehát nagyon könnyen kezelhető, nagyon könnyen megvalósítható, viszont mindenképpen az itt élőknek az életminőségét javítja, hiszen egy útfelújítással, egy útépítéssel, egy közintézmény felújításával az itt élők életminősége mindenképpen javul. A program két éve indult el, azóta több mint 12 ezer nyertes pályázatot hirdettek ki, amelyek több mint 130 milliárd forint értékben segítették önkormányzatok, egyházközségek és civil szervezetek fejlesztéseit megvalósítani. A forrásból mások mellett orvosi rendelők és polgármesteri hivatalok újulhattak meg, valamint közösségi tereket fejleszthettek. A megye 6-os számú választókerületében is számos beruházásra, eszközbeszerzésre adott lehetőséget a program. 2019-ben 720 millió forint értékben 55 program valósult meg a Magyar Falu Program keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6-os választókörzetben, míg 2020-ban 97 programban összesen 1,2 milliárd forint értékű beruházás zajlott, illetve folyamatban van most is a választókerületünkben. A modern települések fejlesztéséért felelős kormány biztosan múlt héten jelentette be, hogy a kormány 4 újabb pályázatot ír ki kisléptékű falusi fejlesztések támogatására 7,5 milliárd forintos keretösszeggel. Május 12-e és június 11-e között egyebek mellett járdaépítésre, orvosi eszközök beszerzésére, kommunális eszközökre, valamint tanya és falu gondnoki buszok beszerzésére lehet majd pályázni. Hétfő óta pedig arra a 48 milliárd forintra, amellyel a kormány kistelepülési boltok létesítését, fejlesztését támogatja, szintén a Magyar Falu Programban.